Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a mai ima órán, és köszönjük az Úrnak, hogy újra együtt lehetünk veletek, és kérjük, hogy a szíveteket, lelketeket adjátok bele, és imádkozzunk együtt, hiszen nagyon csodálatos dolgokat készített el az Úr nekünk. Fogunk egy pár bizonyságot beolvasni, aztán az imák, amik érkeztek az ország és a világ különböző pontjaiból, ezeket fogjuk együtt elimádkozni, és a vendégeimet előtte köszönteném. Szervusz, Jobban Éva, örülök, hogy velünk vagy. Szervusztok, drága testvérek, én is nagyon örülök, szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik most a rádió előtt ülnek, és kívánom, hogy érezzétek át, ami mi ennyei édesapánk szerető ölelő karjait a mai napon is. Amen, úgy legyen. Halleluja. És a Gégény házas pár ma együtt lesz itt az imába, és nem csak az élővíz partiban, hanem itt is hallhatjátok őket. Meglátjuk, hogy milyen szívvel, lélekkel tudnak imádkozni, és nagyon-nagyon örülünk. Sziasztok! És örülünk, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen a kiváltságot. Részt vehetünk ebbe a imában is igazából, nem csak a más dolgokban. Sziasztok! Szervusztok! Nagyon-nagyon örülünk, hogy újra együtt vagyunk, és hiszük, hogy mindig színesebb és színesebb lesz az ima műsor is, ugyanúgy, ahogy az élő vízparti, hiszen ott is mindig változnak a dolgok. Gyönyörűséges dolgok történnek az Úr, fantasztikus, ahogy elvégzi az ő munkáját, és nagyon örülünk, és szeretnék egy-két bizonyságot beolvasni, hogy az imákra milyen gyorsan megérkeznek a válaszok. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak három bizonyság történt, és három dolog történt meg, hanem sokkal több, de azt kérjük és bátorítunk benneteket, hogy merjétek ezeket megírni nekünk, és fölvállalni azt, hogy az Úr milyen csodálatos munkát végez. Ez nem a mi dicsőségünk, akik itt imádkozunk veletek. Amen. És azokat is külön köszöntöm most is, akik ott ülnek a készülékük előtt, és együtt imádkoznak, és bekapcsolódnak ebbe a gyönyörű ima hálózatba, hiszen ugye szeretem elmondani, hogy ez nem kis dolog, ami történik, mert ilyenkor a mennyei édesapához megyünk egyenesen be a trónig, tehát nem csak a küszöbig, ahogy nekem mondta valamelyik nap, hogy megint csak a küszöbig jöttél. Most szeretnénk egészen a trónig bemenni, és legyetek ennek részei, és elvesszük azokat a gyönyörűséges dolgokat, ajándékokat, amiket ő már becsomagolt nekünk nagyon gondosan, és én most megosztok veletek olyan fantasztikus dolgokat, aminek együtt fogunk most örülni. Az egyik bizonyság arról szól, hogy csütörtökön imádkoztunk Zsuzsáért, akinél ez egy pár héttel ezelőtt volt, ő érte imádkoztunk, mély nyakrákot diagnosztizáltak nála, és műtét előtt állt éppen Zsuzsa, és megműtötték, és a szövettani eredmény közlésekor, most figyeljetek, hogy mit mondott neki az orvos. Menjen és hirdesse az igét, mert csodát kapott. Az ő praxisában ilyen még nem fordult elő, hogy valakinek ne kellett volna utókezelésre mennie. Teljesen mentes a ráktól, és meggyógyult. Halleluja, nagyon segítették onnan föntről. Tehát ez az orvosnak a szavai voltak. Hát tényleg egy nagy amen, és egy nagy halleluját tudunk mondani. Halleluja. Így van, halleluja, hogy az Úr ilyen fantasztikus volt, hogy meghallgatta ezt az imánkat és választ küldött. Ugye tudnunk kell azt, hogy azért ezek az imák igazán a mennybe születnek meg, és a mi szívünkbe hozzák le, és a mi szívünkből imádkozunk ezekért a testvérekért. A következő bizonyság, ami megint fantasztikus, Csilláért imádkoztunk, akinek hónapokon keresztül magas volt a vérnyomása, és azóta teljes tökéletesen beállt, nincsen semmi problémája, úgyhogy teljesen rendben jött a vérnyomása, meggyógyította az Úr, halleluja! Ó, Uram, tényleg gyönyörködünk benned. Még egy nagyon csodálatos imádság volt, misszionáriusért imádkoztunk, és nagyon hálás vagyok ezért a megtiszteltetésért, hogy egy szolgáló társunkért imádkozhattunk, és kértük, ha jól emlékeztek, még rákértünk, illetve hát ő kérte, hogy kapcsolódjunk be az ő imájába. Nem az ő hitetlenségről van szó, hanem ugye elmondtam akkor is, hogy a gonosz az nagyon tud támadni, és ezért is segítettük őt az imában, hiszen megpróbálta őt a gonosz meglopni az adomány miatt, és kérte ez a misszionárius, hogy imádkozzunk azért, hogy
áldás legyen, tehát hogy ezek akik gyűjtenek és adakoznak erre a missziós útra, hogy ne tudja őket megfékezni a gonosz ebbe az adásban, és képzeljétek el, hogy olyan csodálatos dolog történt, hogy annyi rengeteg pénzt gyűjtöttek már össze, hogy sokkal több missziós útra tud menni, mint amire azért ő számított. Halleluja, dicsőség az Úrnak érte. Tehát több missziós utat tud így ellátni. Óriási dolog, hiszen végezheti a munkáját. És én mindenkit bátorítani tudok, hogy tényleg menjetek oda hatalmas szeretettel, és meglátjátok, hogy a mennyei apukánk el fogja ezt végezni, és meg fogja adni azt, amit ti kértek, hiszen ő azt már régen elkészítette, csak hitben át kell venni, nem kételkedni. Én most is azt kérem a testvérektől, akik itt ülnek, hogy bízzanak az Úrban. És még egy bizonyságot elmondok nektek. Imádkoztunk, talán emlékeztek rá, Gyöngyiért, Pécsről kért imát, egy rokkant nyugdíjas, akit ki akartak lakoltatni azért, mert nem tudta fizetni abból a kis minimális nyugdíjából, hiszen ugye tudjuk, hogy a rokkant nyugdíj az igen-igen kevés, és egyedül él, és nem tudta fizetni a számláit, és neki döntenie kellett, hogy vagy eszik, vagy pedig a számláit fizeti ki. És hát ő ugye nyilvánvaló, hogy úgy döntött, hogy akkor inkább eszik, mert nem akart téhen halni, és bízott abban, hogy az Úr majd segíteni fog neki, halleluja! És képzeljétek kell, hogy milyen csodálatos dolog történt, felhívott engem egy testvérünk az ország másik végéből, és emlékezett erre az imára, és azt mondta, hogy nagyon megérintette az Úr az ő szívét, és szeretne a Gyöngyének támogatást küldeni. És képzeljétek el, hogy felhívtam a Gyöngyit, és elmondtam neki, és hát mindjárt sírt, és nagyon dicsérte az Urat, és nagyon köszönte ezt a testvért, akit így megérintett az Úr, és azt mondta, hogy képzeljük el, hogy milyen csoda történt azóta. Volt valaki, aki felvett neki 400 000 forintot, mert erre neki nagyon szüksége volt, hogy ne lakoltassák ki, és most a Gyöngyinek azt kell csinálnia, hogy fizetnie kell havonta ezt a 14 000, akármennyi 15 000 forintot. Így most Gyöngyit nem lakoltatták ki, de hát ugye azért ott van, hogy azért ezt a pénzt fizetnie kell. Ő annyit kért tőlünk, ez a pénz ma át is lett utalva, tehát ahogy a testvér felhívott, és ahogy lerendeztük, már is a pénz ott van neki a számláján, ami azt jelenti, hogy a Gyöngyike most már ki tudja fizetni ezt a, aki felvette neki ezt a pénzt, tehát ezt a kölcsönt tudja törleszteni, és nagyon-nagyon köszönjük az Úrnak. Áldott szíve van, aki ezt megcsinálta vele, és hát annak a testvérünknek is, akit megérintett így az Úr. Az az igazság, hogy érdemes ezekbe beállni nekünk, ezekbe az adásokba, hiszen nekünk is örömet tud szerezni az, hogy tudunk adni, és nagyon nagy örömet tud szerezni az, amikor valaki bajban van, és oda tudjuk adni az egyik ingünket, mert ha nekünk kettő van, adjuk oda annak, akinek nincs. És nem ítélgetünk senkit, hogy miért került, milyen helyzetbe, nem a mi feladatunk, nekünk az a dolgunk, hogy álljunk be az adás folyóba, és adjunk, és segítsük. És látjátok, öröm a szívünkbe, mert veletek is megtörténhet bármelyikötökkel, hogy egyszer csak valakinek lesz füle a hallásra, és oda fog állni segíteni. Gyöngyinek az volt a kérdés, hogy imádkozzunk azért, hogy ő havonta tudja ezt becsületesen fizetni, ezt az összeget, ezt a 14 000 valamennyit, tehát durván mondom, 15 ezer forintot, hogy ő minden hónapban ki tudja fizetni, és hogy támogatója legyen, akinek lesz füle, és tudja a Gyöngyikét segíteni ebbe, és az Úr áldjon meg benneteket, akiknek fületek lesz majd erre. Úgyhogy az a kérésem, hogy mindjárt ez legyen az első imádságunk. Jó, Gyöngyér? Halleluja, köszönjük neked, mennyi drága édesatyánk, ezt a mai csodálatos együttlétet, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy te mindig segítségünkre sietsz, és most is ugyanezt tetted Gyöngyi esetében, és nagyon sok olyan ember esetében, akik nyomorúságban és nehéz helyzetekben vannak, és te azonnal megnyitod a lehetőségeket, megnyitod az egek csatornáit ebbe az adásban is, hiszen tudjuk, hogy mindannyiunk számára már nyitva van, és tudjuk, hogy áramoltatott felénk ezeket az áldásokat, és most ezt megtapasztalhattuk, és nagyon boldog a szívünk, és nagyon-nagyon túl van csordulva az örömtől, hogy megint segítettél egy testvérünkön, és ennek részei lehettünk, még így is, hogyha hallottunk róla, mégis tudunk örvendezni Gyöngyivel együtt, és
Köszönjük neked, mennyi édesapánk, hogy segítesz Gyöngyinek abban is, hogy ki tudja fizetni ezt a törlesztést, ha már ilyen csodálatos módon megoldódott az ő problémája, és az a testvér is nagyon nagy dolgot vállalt magára, aki ezt a nagy összeget képes volt felvenni, és így segíteni a testvérén. Kérem rá az áldásodat, Uram, kérem a kegyelmedet rá, és nagyon köszönöm, hogy te kirendeled mindig, minden időben, és a legjobb időben a segítséget, a legjobb áldást hozod elő, és lehet, hogy ezek nem úgy történnek, ahogy mi ezt elképzeljük, de a te utaidat, Uram, mi nem akarjuk megszabni, mert tudjuk, hogy te nem a mi naptárunk szerint mozdulsz, hanem a sajátod szerint, a saját akaratod és döntésed szerint, még ha nekünk néha furcsák is ezek a dolgok, de akkor is örvendezéssel van túlcsordulva a szívünk, mert te mindig a legjobbat hozod elő, és a legtökéletesebbet az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Angéla kért imádságot, azt kérte a drága Angéla, azt mondta, Isten áldjon testvérnő, rengeteget épülök, tanulok az írásaidból, imádom őket, hozzám szól a szívemhez. Pont emiatt írok neked, hogy imádkozz egy ügyért, ami számomra nagyon fontos volt az életemben, a munkámról van szó. Most nem olvasom fel az egész levelet, jó, mert elég hosszú, és nagyon sok imánk van, de az a lényeg a levélnek a tartalma, hogy 95%-ig úgy tűnik, hogy sikerül neki egy munkát megszerezni, ami neki nagyon-nagyon jó. És azt kéri, hogy mi ezért a munkáért imádkozzunk, és utána pedig imádságot kér az édesanyjáért, aki nagyon beteg, és azt írja, hogy neki nagyon-nagyon fontos, tehát a földön itt ő neki az édesanyja a legfontosabb, akinek nagyon komoly betegsége van, és azt kéri, hogy ezekért a dolgokért imádkozzunk. Szívelégtelensége van az anyukájának. Okay. Imádkozom akkor Angéláért, ja? Istenem, hozzuk most eléd Angélát egy akarattal, és köszönjük neked az ő életét, köszönjük neked, Uram, hogy a te tervei tökéletes tervek, Uram. Te jó terveket terveztél a számunkra, Uram, hogy mi itt megmaradjunk benned, Istenem, mert te egy jó édesapa vagy. Mennyei édesatyám, én köszönöm neked, Uram, hogy te vagy az, aki előtte jársz, Angéla előtt, Uram, és vezeted őt minden utadon, hogy ne tévedjen el a te ösvényedről, Istenem, és kérlek téged, Uram, hogy ahogy hozzuk most eléd az ő édesanyját is, aki számára nagyon fontos, Istenem, kérlek téged, Uram, hogy a szív elégtelenségből te gyógyítsd meg az ő édesanyját most, a Jézus Krisztus nevében, te nyújtsd ki a te kezedet most természet fölötti módon, ebben a pillanatban, ahogy most egy akaraton imádkozunk, és te hozd el a teljes felépülést, a teljes gyógyulást az ő számára. Már a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Alleluja. Amen. Alleluja. Köszönjük az Úrnak, hogy ezt a csodálatos kérést már el is végezte, és megvan rá hitünk. Amen. Amen. Szidónia kéri mát, azt kéri, hogy amikor, bocsánat, itt egy pillanat, amikor ima kérést lehet küldeni, akkor szeretném, ha értem is imádkoznátok, de semmi nagy szükségem nincs, hiszen egészséges vagyok, és munkám, meg pénzem is van, dicsőség Istennek, de családom nincs, lehet olyat kérni. Igen, lehet kérni, drága Szidónia, mindent lehet kérni az imádságban, ami az Úr akaratában van, és hidd el, hogy az ő akaratában van az, hogy neked legyen kisbabád, és ő szeretné azt, hogy családod legyen, és hogy házasságban is nagyon-nagyon áldás legyen az életed, hiszen az Úr rendelte el a házasságot, és ő rendelte el a gyermekeket is, hiszen azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és ugye nyilván tudjuk, hogy gyermekáldás nélkül nem lehet szaporodni. És azt írja, hogy én mindig azt gondolom, aki 20 évesen házasságba lép, és nem kellett erre az áldásra várjon, hogy könnyen beszél. Mert ugye egyszer Csabának volt egy kijelentése, írja, ugye ezt Évinek írta, a Gégény Évinek ezt a levelet, és azt írja, hogy a férjének mondta, hogy férje azt mondta, hogy nagyon könnyen beszél már az, ugye, akinek már van. Imádkozunk Szidóniáért, hogy áldások elé nézzen. Jó? Halleluja. Akkor imádkozom én érte, jó? Halleluja. Drága mennyei atyám, hálát adok neked a Szidóniáért, Uram.
Köszönöm neked, Istenem, hogy a te gondviselésed mindnyájunkkal ott van, Uram. Köszönjük neked, hogy te megígérted, hogy el nem hagysz minket, és el nem távozol tőlünk. És te tudod azt, hogy mire van szükségünk minden egyes napon az életünkben. Tudod azt, Istenem, azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Istenem, kérlek téged, hogy te dicsőítsd meg a te nevedet az ő életében, Uram. És rendeld ki azt a tökéletes társat, Uram, aki kiegészíti Szidóniának az életét, Uram, aki teljesíti az életét a te megismerésedben, Istenem. Mert egy olyan emberért imádkozom, Istenem, aki elősegíti még inkább, hogy a Szidónia még közelebb kerülhessen te hozzád, Istenem. Aki még inkább partnere lesz abban, Istenem, hogy egyszerűen együtt tudják megtenni azt az utat, Istenem, teljesen az utolsó napig, míg visszajössz értünk, Úr Jézus. Istenem, én megáldom őt, kérlek téged, Uram, hogy teljesíts ki az ő életét, Uram. Halleluja. Egy csodálatos férjel és gyermekekkel is, Uram, egészséges gyermekekkel, akik ugyancsak, Uram, a te utadat kövessék, Uram. Jézus Krisztus nevében, Istenem, te járjál előtte, és te nyisd meg az ajtókat, Uram, amit senki be nem zárhat, Istenem. Jézus Krisztus nevében, mert neked gondod van a te népedre, Uram. Gondod van arra, Uram, hogy betöltsél minden szükségünket a te gazdagságod szerint dicsőségesen Krisztus Jézusban. Köszönöm neked, hogy te egy olyan édesapa vagy, Uram, hogyha mi kenyeret kérünk tőled, te nem adsz nekünk követ, Uram. És hogyha mi halat kérünk tőled, akkor nem fogsz nekünk kígyót adni, Uram. Istenem, te tudod, hogy mire van szükségünk, nagyon jól, Uram. És kérünk téged, Istenem, hogy dicsőítsd meg a Jézus Krisztusnak a nevét a Szidóniának az életében is, Uram. Hogy ő is bizonyságot tehessen a te hatalmas dicsőségedről, mindazért, amit te cselekedtél az életében. Názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Szidónia, úgy érzem, hogy van Istennek egy üzenete számodra, és azt üzeni neked az Úr, amikor Jézus Krisztus maga mondja, hogy bízzatok, mert én legyőztem e világot, ezt mondja most neked az Úr, hogy bízz bennem, kedves lányom, mert én legyőztem e világot, és igenis jön a megoldás az életedben, és Szidónia, bármikor, amikor ott vagy az Úr előtt, és dicséred és imádod az Urat, Isten gyönyörködik benned, és nagyon-nagyon szeret téged, és kedves vagy az ő szemeiben, és igenis megállt téged, Halleluja. Csak bíz benne. Amen. Köszönöm. Amen. Van egy üzenet valakinek, akinek már többször vetélése volt, mert nem maradt meg a kisbabája, elég korai időszakban elvetélte ezeket a babákat, tehát több vetélésről van szó, és nagyon kétségbe van esve, hogy ő neki már nem lehet kisbabája, és az Úr most meggyógyította a méhedet, megnyitotta a lehetőség. Halleluja. Tehát a számodra is ez a kis jövevény már elkészült, és kérünk tégedet, hogy jelezzél nekünk, és nagyon szeretnénk bizonyságként hallani, hogy te voltál az a valaki. Dicsérjük az Urat érte. Halleluja. Többen kértek, hogy imádkozzunk házastársért, tehát sokan szeretnének házastársat, és nagyon sokaknak az a problémájuk, hogy nem tudják, hogy jön el ez a férj, vagy honnan fogják felismerni, vagy mikor jön el. Ugye tudjuk, hogy ez a türelmetlenség nem egy szerencsés dolog. De higgyétek el, hogy amikor az Úr elküldi neked a te társadat, abban a pillanatban fogod tudni, hogy ő az. De mi most melléd állunk, és arra kérünk tégedet, hogy ne kételkedjél, ne legyél bizonytalan, várd ki azt az időt. El kell készülni a szíveknek, a társadnak is el kell készülni a szívének arra, hogy házasságba tudjon lépni, és a te szívednek is készen kell lenni. Mert az Úr csak akkor akarja egyesíteni, amikor ez már a számotokra megvan. És most van egy kijelentés valaki számára, már pedig egy Ildikót mutat nekem az Úr, hogy van egy Ildikó nevezető hölgy, aki már többször próbálkozott azzal, hogy összejöjjön egy férfival, tehát hogy házasságra lépjenek, és azt mutatja nekem az Úr, hogy eljött ez az idő, Ildikó, nem sokára meg fogod látni ezt a társat, fogod hallani. Még ha úgy érzed, hogy a korod már túl van azon, hogy kisbabád legyen, és túl öregnek tartod már arra, hogy te családba lépj, és már kezdted ezt feladni, és lemondani róla, és úgy gondoltad, hogy
hogy te már egyedül fogod leélni az életedet, akkor én most bátorítalak tégedet arra, hogy emeld fel a tekintetedet az Úrhoz, és köszönd meg neki, mert útban van a férjjelölted, a vőlegény jelölted. Útban van, és hamarosan meg fogod ismerni őt. Drága Ildikó, kérünk tégedet, tudom, hogy ezzel fog jutni hozzád, kérünk, hogy jelezd nekünk, feltétlenül írd meg. Amen. Tehát imádkozzunk akkor, jó házastársakért. Drága mennyei atyám, köszönjük neked, mint az a sok imakérést, amelyet a mai napon is hozzánk küldtek, és tudom, hogy te minden imakérést meghallgatsz, Uram. Már fordultak hozzánk ilyen imakéréssel, hogy társat kértek magunknak, és köszönjük neked, mennyei atyám, hogy az ő számukra már megadtad a hozzá illő társakat. Köszönjük, Uram, hogy akik a társat kérték, azt mind te adtad, Uram, és a te utadat járják együtt, Uram, hogy téged szolgáljanak. Köszönjük neked, hogy te gondoskodsz mindazokról, Uram, akik hozzád fordulnak, hogy meghallgattál minden kérést. Köszönjük, Uram, hogy te vagy az, aki megígérted azt, hogy te mindig velünk vagy, hogy te minden szükségünket betöltöd, hogy te ismered a mi gondolatunkat messze azon felül, mint ahogy mi elgondolnánk, és köszönjük, hogy a rádió hallgatók is, akik most újra itt vannak és hallanak bennünket, mindennek a bizonyságát megtapasztalják. Köszönjük azokat a hatalmas bizonyságokat, Uram, amelyeket kapunk, mert te munkálkodsz mindenben, és te teljesíted be az imakéréseket. Köszönjük, hogy mindezek szeretettel jutnak el a rádió hallgatók elé, és köszönjük, hogy úgy fordulnak hozzád, Uram, hogy benned bíznak. Mert azért fordulnak hozzád, és köszönjük, Uram, köszönjük azt a végtelen és hatalmas szeretetet, amellyel szólsz mindenkihez, ahogy adod a kijelentéseket, hogy bízzatok bennem. Igen, Uram, csak benned bízhatunk. Ha benned bízunk, akkor leszünk sikeresek az életben. Köszönjük, hogy a te utadon haladhatunk, és ezt egyre többen meg fogják érteni, Uram. Köszönöm a te hatalmas üzenetedet, ahogy most hozz hozzánk, és a rádió hallgatókhoz, hogy te mindig itt vagy, te mindig velünk vagy, te soha nem engeded el a mi kezünk. Csak kövessünk téged, csak járjunk a te utadon. Köszönöm, Uram, hogy most megérintetted a rádióhallgatókat, akik most ott ülnek, Uram, és valóban átöleled őket a te szereteteddel, hogy hatalmas változások következnek be az ő életükbe. Köszönjük, Uram, hogy rád figyelnek, és a holnapjuk valóban megváltozik, Uram. Szebb lesz, mint a májuk, mert a jövőről te gondoskodsz, Uram, és köszönjük, hogy egy gyönyörűséges jövőt tártál mindenki elé. Azok el is, Uram, akik társak értek, mert te már tudod, Uram, hogy kik azok, akiket melléjük rendeltél. Köszönjük azt a hatalmas szeretetet, amelyekkel összehozod azokat a kapcsolatokat. És köszönjük, hogy te vagy az ő életükben, te munkálkodsz az életükben, te vagy ott az otthonukban, és gyönyörűséges életet tudnak élni, Uram. Mert te vagy velük, és köszönjük, hogy te mindig velünk vagy. Köszönöm, Uram, hogy most is itt vagy velünk, hogy érezhetünk téged. Jaj, hogy hallgatsz bennünket, Uram. Hogy az összes imakérés már ott van előtted, és várod azt, hogy eléd tárjuk, hogy hallják mindazok, akik hozzánk fordultak, akik megírták azt, hogy kérjünk téged, Uram, hogy segíts rajtuk. Köszönjük, hogy betöltöd mindenkinek a szükségét, aki azt írta, és én hálát adok, Uram, már azért a kijelentésért, ami jött Marika által, és a Piroska, akinek még nem hangzott el az imakérése, ez az üzenet neki szólt. Igen, drága Piroska, hálát adunk az Úrnak, hogy már van két gyermeked, és vágysz a harmadik gyermekre, ami még nem sikerült, mert elvetértél háromszor. De az Úr ott van veled, és most teljesedik a ti kérésetek. Egy csodálatos gyermekáldás előtt álltok, Piroska, és megvan a ti örömötök, megvan az a baba, mert az gondoskodik rólatok, és ahogy már bizonyságot adott a ti családotokba, mind a két testvéred által, Zsuzsi, aki az Úr útjára tért, aki
aki viszi az emberek felé az Úr dicsőségét. Csilla ott van, akinek vérnyomásod tökéletesen beállt. Piroska, nehogy azt hitt, hogy az Úr nem foglalkozik. Igenis, foglalkozik vele. Ezt átölel téged, és hidd el, hogy a gyermek áldás már készen van a számotokra. És én hálát adok neked, mennyei atyám, ezekért a hatalmas csodákért, amiket te cselekedtél. Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Halleluja. És Gabriellának is úton van az áldás a Jézus nevében. Hidd el és bízz az Úrban. Múlt héten csütörtökön Péterért imádkoztunk, akinek széthullóban van a családja, valószínűleg, hogy erre emlékeztek, és azt írta Péter, hogy köszönöm az imádságot, Isten áldjon titeket. Nagyon érdekes volt, de kb. Abban az időben plusz-minusz egy óra, amikor imádkoztatok. Én dolgoztam, de azt éreztem, hogy nagy békesség száll rám, és bizonyosságom lett abban, hogy az Úr cselekszik az életünkben, és az Úr szólt nekem is, hogy a böjtöt és az imát ne hagyjam abba. Köszönöm a segítségeteket. Amen. 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 Köszönjük az Úrnak, Péternek az életében lévő helyreállítást, és hisszük, hogy itt még nincs vége, hanem az Úr, amit elkezdett, azt, hogy be is fogja fejezni, be is fogja végezni, és bármilyen széthulló család is van, ha megálltok az Úrban, akkor higgyétek el, hogy ő ezt rendbe fogja tenni. Amen. Hálát adjunk Péterért, jó? Aki érzi a szívén, és a Péter családjáért. Halleluja, mennyei Atyám, hálát adok neked a Péterért, Istenem. Köszönöm neked, Uram, hogy ő a te gyermeked, Uram, a saját fiad, Uram, a saját nevedről nevezted el őt, Uram. Köszönöm, hogy nevéről ismered a Pétert, Uram. És köszönöm neked, Istenem, hogy meg akarod dicsőíteni az életében, a családjában a te nevedet, Uram. Istenem, kérlek, Uram, hadd legyen a Péter a családjának a papja, hadd legyen, Uram, próféta a családban, Istenem, és kérlek, Istenem, hadd legyen király is a családban, Uram. Nem úgy, hogy uralkodjon a családja fölött, hanem úgy, hogy képviseljen előtted, Istenem. Hogy képviselje a te királyságodat, Istenem, az egész családja előtt, mennyei Atyám. Én kérlek téged, Uram, hogy töltsd be, Uram, az ő életét, Uram, a te szent szellemeddel. Istenem, azért, Uram, hogy minden gondot és problémát, Uram, keresztül tudjon vinni a családjával együtt, Istenem, és hogy méltóképpen tudjon téged képviselni a feleség előtt és a gyermekei előtt is, Istenem. A názáreti Jézus Krisztus nevében megáldom, Uram, az ő életét, megáldom a Péternek az életét, Uram. Kérlek téged, Istenem, hogy teljesíts ki mindazt az elhívást az ő életében, Uram, amelyet szabotálni próbál az ellenség. A Jézus Krisztus nevében, mert, Uram, könnyebb dolga a kettőnek, hogy sem az egynek, Istenem. Kérlek téged, Uram, mert egy legyőz ezret, kettő pedig tízezret, Istenem. Kérlek téged, Uram, hogy támogasd őket az egységnek a szellemével, a názáreti Jézus Krisztus nevében, hogy Uram, egy hatékony haderő legyen az ő családja, Istenem, az ellenség minden hatalmával szemben. Állítsd őket helyre, Uram, és hadd tudják megdicsőíteni a te nevedet, Uram. Abban az egységben, Uram, amire te hívtad el a Péternek az életét, az ő feleségével együtt. Imádkozom az ő feleségéért is, Istenem, kérlek téged, érints meg az ő szívét, Uram. Kérlek téged, Istenem, te adjál egy éhséget és szomjúságot arra, Uram, hogy helyreállás történjen az életükben, Uram. Kérlek, Istenem, te adjál szenvedélyt újra a szívükbe, az életükbe, Uram, egymás iránt is, és te irántad mindenek előtt. A názáreti Jézus Krisztus nevében így áldom meg ezt a kedves családot, Uram. A názáreti Jézus nevén is megdorgálom az ellenségnek minden erejét és hatalmát, és hatalmat veszek a megosztás szelleme fölött. Jézus Krisztus nevében nem fogod széjjel dobálni ezt a kapcsolatot, Sátán. Megállj, parancsolok neked most Jézus nevében, és kiutasítalak téged a Péternek a családjából. Jézus Krisztus nevében. És köszönöm neked, Uram, hogy hatalmunk van, hogy kígyókon és skorpiókon tapossunk, és az ellenségnek minden erején. És így taposom meg az ördögnek minden munkáját, amelyet megpróbált felsorakoztatni Péternek a házasságával szemben. Jézus Krisztus nevében ledöntök minden
falat, minden magaslatot, amely az Isten ismerete ellen próbált meg felemeltetni az ő életükben. Jézus Krisztus nevében a keserűséget megtöröm ezt is az ő életükben, a Jézus Krisztus nevében. Kérlek, Uram, te gyógyíts be ezeket a sebeket, amelyeket, Uram, egymásnak is okoztak, Uram, hogy ne mutogassanak egymásra újjal, hanem hogy teljesen te hozzá tudjanak futni egyen-egyenként a családban, Istenem. És te hozzál, Uram, teljes egységet, Uram, mert a hármas kötél nehezen szakad el. Istenem, te vagy az a harmadik kötél, Uram. Kérlek téged, Istenem, hogy te tartsd össze ezt a családot, Istenem, a te kegyelmed által, a te szent szellemed által, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Áldást mondok ki erre a házasságra. Jézus nevében. Amen. 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 Igen, áldást mondunk rá Jézus nevében. Halleluja. Dóra kér imát, anyukája folyamatos kezelésre szorul ágyhoz kötött beteg, és most víz is van a tüdején, és egyfolytában köhög. Dóra már nagyon belefáradt ebbe a gondozásba és ápolásba. Imádkozzunk az édesanyjának a gyógyulásáért, és Dórának is, hogy megelevenedjen a fizikális ereje arra, hogy ezt a gondozást tudja végezni. Én tudom, hogy ez nagyon-nagyon fárasztó dolog, higgyétek el, az én szakmám ápolónő vagyok, nagyon jól tudom, hogy ez nem egy könnyű dolog étnappal átéve ott lenni egy beteg ágynál, főleg olyan, aki még nem is rutinos ebben. Természetesen későbbiekben azzá lehet válni, de azért azt ne felejtsük el, hogy itt egy anya-gyermek kapcsolatról van szó, amivel bizony bele lehet fáradni, hogy az édesanyját ilyen betegen látja. El lehet erőtelenedni, és én azt kérem tőletek most, hogy legyünk egy akaraton, és vigyük Dórát az anyukával együtt az Úr elé, mert mind a kettőjüknek nagyon-nagyon nagy szükségük van arra, hogy az Úr megerősítse őket. Drága Dóra, bizonyságot tudok szolgálni neked, és biztosan, hogy hallottad most is a bizonyságokat a hatalmas gyógyulásról, mert megtörténnek ezek a csodák. Az, hogy egy édesanyát ápolni kell, Isten hatalmas erőt ad hozzá. Tudom, hogy nehéz. Fárasztónak tűnik, de Isten mindenen átsegít. És amikor ő ott van veled, akkor mégiscsak könnyűnek érzed ezt a terhet. Egy édesanyáért képesek vagyunk mindent megtenni. Nem nézzük azt, hogy mi az, ami vár ránk. Csak azt, hogy könnyítsünk az ő életén. Hogy megtegyünk érte mindent. Halleluja. És ehhez hatalmas erőt tud az Úr adni. Tudod, néha fel se tudjuk fogni azt, hogy mi mindenre van erőnk, hiszen ott van az ige, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amen. És ő valóban megerősít. És én ezt azért mondom neked bizonyságul, mert a tavalyi folyamán ennek részese voltam. És Istennek nem tudok eléggé hálát adni azért, hogy engem segített abban, hogy annyi mindent meg tudtam tenni. Éreztem néha azt, hogy fáradt vagyok, de Isten akkor is adott nekem erőt. És nem számítottak az éjszakák és a nappalok. Csak az, hogy megtegyem érte azt, amit ő én értem megtett. És meg tudjuk tenni, már van hozzá erőnk. És letetted Isten elé, és kértette is az ő gyógyulását, kértél bennünket, hogy segítsünk téged ebben, és mi egy akaraton ott vagyunk. Amen. És hidd el, hogy az Úr meghallgatta a te kérésedet is, és meg tudja cselekedni a csodát a ti életetekben is. Én kitartást kívánok neked, hogy örömmel, szeretettel és boldogan tedd meg azt, amit meg kell tenned az édesanyádért. Hogy ez meddig tart, azt Isten tudja. De ellát téged erővel és szeretettel. És te hálát fogsz adni Istennek azért, hogy mindezt megtehetted. Hogy mindehhez erőt adott neked. Hogy békesség lesz a te szívedben. Örömmel fog eltölteni az, hogy te mindezt meg tudtad tenni. Dicsőíteni fogod mindezért az Urat. És te is odaadsz azok közé, akik bizonyságot tesznek. És azt mondod, hogy igen, az Úrral minden lehetséges.
hogy ő vele minden teher könnyű, mert nem érzett súlyosnak. Könnyűvé válik. Mert megteszed azért, az édesanyáért, aki csak egy van. És azzal a hatalmas szeretettel tudod gondozni, amit te az Úrtól kaptál. Köszönöm az Úrnak, hogy hatalmas békesség költözött most a te szívedbe, hogy boldogan nézel az édesanyádra, hatalmas szeretettel, hogy megsimogatod őt, megsimogatod az arcát. És hálát adsz Istennek azért, hogy ott van veled. Isten mindent megtehetsz, amit csak meg lehet tenni egy édesanyáért. Én köszönöm, hogy megérintett az Úr, és megérintette az édesanyád is, hogy átölelt benneteket, és biztosított benneteket az ő szeretetéről, hogy ne adjátok fel, mert ő veletek van, és ő mindenen átsegít benneteket. Köszönöm, mennyei atyám, hogy megmutattad a te hatalmadat. Köszönjük, Uram, hogy sokakat megérintettél ezáltal. És nem lesz teher, Uram, senkinek a számára, ha a szerettéről gondoskodni kell. Hanem örömmel megtesszük, mert tudjuk, hogy ami nekünk lehetetlen, neked nem lehetetlen, Uram, és te ott vagy, és erőt adsz mindenkinek. Hálát adok, mennyei atyám, hatalmas jelenlétedért. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen, Dóra, nekem is van egy üzenet a szívemben irántad, az Úr bátorítani szeretne téged, látlak magam előtt, amint ott ülsz a tévé előtt, vagy az internet előtt is nézed, ahogy szolgálják mások az Urat, és az van a szívedben, hogy bárcsak én is ott lehetnék, és szolgálhatnám Isten, de az Úr azt mondja neked, hogy az, hogy az édesanyádat gondozod, otthon vagy egyedül, ő vele, és odaszánod az idődet, az energiádat, a napjaidat és az éjszakáidat azért, hogy a saját édesanyádat szolgáld, ez ugyanolyan értékű szolgálat Isten szemében, mint hogyha ezrek vagy milliók előtt állnál és prédikálnál, tanítanál, énekelnél vagy bármit csinálnál, mert az Úr előtt nincsen kicsi és nagy szolgálat, a szolgálat a szívből indul ki, és Isten meg fog téged áldani ezért a szolgálatért, és hatalmas jutalmad lesz a mennyben Istentől. Látom, amint az Úr megjutalmaz téged a mennyben hatalmasan ezért a szolgálatodért, és mindazok, akik hallgatják most ezt, és ha bármilyen olyan szolgálatot végzel, ami nem egy látványos dolog, hanem másnak a segítése, másnak a felemelése, ha csak egyetlen egy emberért is teszed ezt, ugyanolyan értékű az Úr szemében, mintha milliók felé szolgálnál, és tarts ki, nem csak te, Dóra, mindannyian, akik hallgatok most bennünket, tartsatok ki, mert az Úr adott ajándékot nektek, és Isten megajándékoz ugyanúgy benneteket ezért a szolgálatotokért, hatalmas jutalom vár rátok a mennyben, már itt a földön is, nem csak akkor, amikor oda kerültök, mert aki vet, az mindig aratni fog, és jön az aratás az életetekben, én kihirdetem ezt a szellemi világba, hogy jön az aratás a Jézus nevében. Halleluja. És így szeretnék imádkozni, Dóra, az édesanyádért, mert azt írja az Isten igéje, hogy a hitből való imádság felsegíti a beteget. Uram, én hiszem azt, Uram, hogy Jézus, te tökéletes gyógyulást hoztál el, ami számunkra 2000 évvel ezelőtt a kereszten, Uram. Oda szegeztél minden betegségünk, minden fájdalmunkat, minden szenvedésünket a keresztfához, Uram. És kicserélted a mi betegségünket egészségre, Uram. És én szeretnék imádkozni Dórának az édesanyjáért most, Uram, a názáreti Jézus Krisztus nevében, Uram. Imádkozom ezért a gyógyulásért, és azt hirdetem ki a szellemi világban, hogy legyél gyógyult, legyél tökéletesen egészséges. Beszélek Dóra édesanyjának a testéhez, lelkéhez, a Jézus Krisztus nevében légy gyógyult. A názáreti Jézus Krisztus nevében. És megdorgálom a betegséget is az ő testében, lelkében, Jézus Krisztus nevében. És gyógyulást
parancsolok az ő testébe most, a Jézus Krisztustól kapott hatalom által. Jézus Krisztus nevében légy gyógyult és egészséges. A názáreti Jézus nevében. Amen. 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 Bocsosség, Uram. Az Úr jelenléte itt van nagyon erősen. Piroska kéri már a harmadik babát szeretne, mert van már két fia, és nagyon szeretné, hogyha most már lenne egy kislánya, de ez eddig még nem jött össze, hiszen elvetélte ezeket a kis magzatokat, és bátorítsuk Piroskát, és imádkozzunk érte, hogy az Úr megáldja őt, és megnyissa az ő méhét, hogy ez a kislány a világra tudjon születni, és gyönyörködni tudjanak benne. A jobban Évike pont ezért már imádkozott, nem? Igen. Igen. Ja, imádkoztál érte. Igen, jó. Már jött általad a kijelentés, és az az övé volt. Uh-huh. Akkor hálát adunk az Úrnak. Köszönjük, az imákat meghallgattad, és nagyon hálásak vagyunk neked, hogy kinyújtod a kezedet Piroska felé, és mindazok felé, akik szeretnének, hogy kisbabájuk legyen, és szeretnék örömmel és boldogsággal felajánlani neked. Köszönjük neked, mennyi édesapánk, hogy te olyan csodálatos Úr vagy, aki mindig kinyilatkoztatod magadat a szívekbe, és bátorítsd az olyanokat, akik már elvetéltek, és bátorítsd Piroskához hasonlókat, hogy te hozzá tudjanak fordulni, neked tudjanak hálát adni mindenért, hiszen te olyan Úr vagy, aki csak adni és adni és adni akarsz, aki be akarod tölteni a szükségeket a te gazdagságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. És nagyon hálásak vagyunk neked, hogy te mindig felemeled a gyengéket, az erőteleneket, hogy megerősítsd őket, és köszönjük, hogy ők pedig kiálthatnak te hozzád, és te pedig megáldod őket, és most ebben az esetben is hálásak vagyunk, hogy áldás elé nézhetnek a drága édesanyák. Köszönjük neked. Piroska, már dupla áldás volt, úgyhogy számíthatik nektek is. Igen, Piroska, két kis napod lesz, nem is egy. Halleluja. Igen, Istenem, és kérlek téged, Uram, hogy áld meg a Piroskának az életét, Uram, hogy az ő hitében, Uram, megerősödjön, Uram, hogy ne a félelem, ne legyen benne semmilyen félelem az ő szívében, Istenem, a vetélések miatt, Uram. Istenem, kérlek, vedd őt körül a te hatalmas szereteteddel, édesapám, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet, Istenem. Kérlek téged, Uram, hogy hadd legyen Piroskának a szívében teljes hit, te beléd vetett hit, Istenem, nem az ő saját méhébe, vagy bármibe vetett hit, Uram, hanem te beléd, hadd vesse az ő bizalmát, az ő hitét, Istenem, mert te vagy az, aki megtartasz, Uram, és te nálad van az élet, Uram. Jézus Krisztus nevében, Istenem, így áldom meg Piroskának az életét, Uram, hogy meg tudjon erősödni a hitben, Uram, és a te benned való bizalomban, Istenem. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Következő imádságunk Vera kéri. Ez az imádság pedig arról szól, hogy most azonban szeretnék imádkérni a lányomért, Brigitáért, 57 éves, akinél hipoglikémiát állapítottak meg. Ez egy durva változata, de én hiszem, hogy a mi Urunknál minden lehetséges, és ő a mi gyógyítónk, szabadítónk. A második lányomnak, Ágnes, a házasságáért, ami felborulni készül, de én hiszem, hogy az Úr a helyreállítás Istene és a vejemet, Gergőt is meg fogja érinteni az ő drága szent szellemével, és nem engedi, hogy az életük rossz irányba forduljon. Az Úr megígérte, hogy üdvözölni fog a házam népe, és megadom magam is, megáll előtte. Ja, magvam is megáll előtte, bocsánat. Nagyon köszönöm a kedvességeteket, és nem is szaporítom tovább, mert tudom, hogy rendkívül elfoglalt vagy. Az Úr Jézus gazdag áldása rajtatok, és a szolgálatotokon is a drága mennyei atyánk végtelen szeretete, és a drága Szent Szellem közössége veletek Jézus szeretetével ölellek, Vera. Ez Gégény Évinek szólt, ez a levél, és ennek alapján imádkozunk Veráért, és ugye az ő gyermekeiért.
Uram, én köszönöm neked a Verát, és köszönöm az egész családját. Köszönöm neked, drága Istenem, hogy te olyan Isten vagy, aki előtt nincs lehetetlen. És minden lehetséges annak is, aki hisz, és a hitből való imádság felsegíti a beteget. És Istenem, most teljes hittel és egy akarattal jövünk most hozzád, és felemeljük a mi testvérnőnket, Verát, az ő gyermekeit, Istenem, és minden hozzátartozóját. Uram, te látod ezeket az imakéréseket a gyógyulásért, a családok helyreállásáért. Én imádkozom, Uram, hogy minden egyes családtagot érints meg most ebben a pillanatban. Igen, menj most a te erőddel, Uram, és te tedd meg azt, ami embernek lehetetlen. A Jézus Krisztus nevében kihirdetjük ebben a családban, hogy jöjjön az áttörés, jöjjön a felüdülés, Istenem, te kezdjél újat az ő életükben, és az ő életükkel, Uram, hiszen te azt mondtad, Uram, hogy ahogy Józsué kihirdette, hogy én és az én házam népe, az Urat szolgáljuk, és megyünk előre. Uram, te reménységet adtál, és hitet nekünk, hogy a mi házunk népe is ott legyen velünk együtt a szolgálatban, te előtted, Istenem. Hogy Jézus Krisztus nevében én kihirdettem a helyreállását ennek a házasságnak is a Jézus nevében, és köszönöm neked, drága édes Uram, hogy te felemeled most őket. Köszönöm a megoldást. Úton van a te áldásod a Jézus Krisztus nevében. Halleluja. Amen. Következő kérés egy édesanyja kéri, hogy kérlek szépen imádkozzatok az én fiaimért, Valackai Lászlóért, Ervinért, Elekért, akinek nehéz az élete. László távol él a családjától, gyermekeitől. Ervin elvesztette az egykor oly erős hitét az Úrban. Elek pedig a nagy-nagy részét imával tölti, de néha-néha egészen erősen megkísérti a gonosz, és azt sutogja a fülébe, hogy azok, akik hűségesek az Úrhoz, nem olyan sikeresek, mint azok az egyetemista társai, akik isznak, drogoznak, buliznak, és megfeledkeztek az Úrról, mégis jó jegyeket kapnak. Szerencséjük van a vizsgákon, barátnőjük van. Elek mindenkiért tud és szokott imádkozni a családon belül és kívül is, sokat segít a társainak az egyetemen, de magányos, mert nem bulizik velük, nem iszik és bízik az Úrban. Nagyon szenved az elmúlt hónapokban, őt többször is ért kísértésektől, de én, aki ismerem őt születésétől, és hosszabb ideje vagyok a földön, mint ő, tudom, hogy a gonosz azért kísérti őt, mert ő Isten kiválasztottja, közé tartozik a hűségével, a jóságával és alázatos készségével. Ő olyan, mint Jób, aki hű volt az Úrhoz, és megirigyeltetett az ő hűsége az Úrhoz. Kérlek azért is imádkozzatok, hogy ne engedje az Úr, hogy olyan borzasztó gondolatok törjenek rá, hogy átszúrja a saját kezét, vagy hogy fordítson hátat az Úrnak, amit a sátán sugal a fülébe. Neki az Úr az egyetlen menedéke, és olyan boldog volt ezzel a tudattal mindig, és olyan sok embernek nyújtott vígaszt azzal, hogy imádkozott érte, és az élete példájával másokat is megtérített. Kérlek, imádkozzatok a fiaimért, hogy László végre együtt lehet a családjával, hogy Ervin újra tudjon imádkozni, és hogy Elek megerősödjön, és visszakapja a derűs nyugalmát, és elkerüljék a borzasztó kísértések. Szívből köszönöm nektek, mindannyiótoknak, az Úr áldjon meg benneteket szeretettel, Bede Anikó. Anikó, hadd bátorítsalak először is téged, hogy Dávid, aki a bibliai Dávid, nagyon sokszor mondta a Zsoltárokban, hogy Uram, miért van az, hogy a hitetleneknek jobban megy a soruk, a tiaidnek pedig nem, és ő nagyon sokszor hasonlóan érzett, de mégis ő volt az Isten szíve szerint való ember, akit kitartott az Úrban, és nem azok az emberek, akiket sokszor látszólag úgy tűnik, hogy jobban megy
megy a soruk, de ez mind csak látszat, mert ami itt körülvesz bennünket, ezek mind ideig valók csupán, de a mi látásunk az örökké valóba kell, hogy legyen a szellemi világba, abba a dimenzióba, ahol történnek a csodák, és én most megáldalak téged a Jézus Krisztus nevében az egész családoddal együtt, és imádkozom az összes fiaidért, és az egész családodért, hogy az Úr emeljen most föl benneteket ezen a mai napon, ebben a pillanatban a Jézus Krisztus nevében emeljen oda magához titeket, hogy meglássátok mindannyian az ő dicsőségét ragyogni rajtatok a Jézus nevében. Halleluja, mennyei Atyám, és én szeretnék én is ezekért a fiúkért imádkozni, Istenem. És én úgy érzem, hogy meg kell törnöm az életükön a vádlást és a kárhoztatást. Nem tudom, hogy honnan jön ez, hogy gyülekezetből, vagy honnan jön ez, de én ezt most megtöröm a názáreti Jézus Krisztus nevében, mert én is tudom, hogy mit jelent az, hogy amíg ez alatt voltam, egyszerűen nem tudtam önmagam lenni, egyszerűen nem találtam meg a helyemet, egyszerűen kerestem én is, meg vizsgáltam a világban, hogy mi a rossz velem, mi a rossz a világgal, de valahogy sehogy se úgy, a végén sosem tudtam úgy keresni az Urat, ahogy szerettem volna. És amikor Isten megszabadított ettől, akkor egyszerűen kivirágzik az embernek az élete. Amikor érzi, hogy el vagyok fogadva, hogy úgy vagyok szeretve, ahogy vagyok. És Istenem, én imádkozom ezekért a fiúkért, Istenem. Csodálatos volt ezt hallani, Uram, hogy milyen szívük van ezeknek a fiúknak, Istenem, Te irántad. Istenem, kérlek Téged, Szent Szellem, hogy vedd őket körül, Uram. Istenem, vedd őket körül, Uram, a Te szereteteddel, Istenem. Uram, adj nekik olyan mennyei élményeket, Istenem, amelyekre mindig visszaemlékezhetnek, Istenem. Istenem, vedd őt körül a Te ölelő karjaiddal, édesapám, ezeket a fiúkat, Istenem, hogy ne legyen semmi ebben a világban, ami hozzá mérhető lenne ahhoz, amit Te tudsz adni nekik, Istenem. Hogy amíg a világ megy a mocsok után, a szenny után, Uram, addig, Istenem, valami sokkal csodálatosabbat kaphatnak azok, akik várnak Téged, Istenem. Amen. Kérlek Téged, Uram, hogy vedd körül ezeket a fiúkat, Istenem, a názáreti Jézus Krisztus nevében, a Te hatalmas dicsőségeddel, és valami olyan ajándékokkal halmozd el őket, amit nem kaphatnak meg, Uram, a bulizás közben, az ivás közben, Istenem. Istenem, kérlek Téged, Uram, mert nálad sokkal nagyobb kincsek vannak, Uram. Kérlek, Istenem, hogy hadd tudják ezek a srácok fölfedezni, Uram, a Te nálad rejlő kincseket, Istenem. Hogy ne csak egy vallásos életük legyen, hanem hadd legyen élő, bensőséges, intim kapcsolatuk veled, Istenem. Kérlek, Te látogasd meg az ő életüket, mikor egyedül vannak, Uram. Te látogasd meg, és szólítsd meg őket a szívükben, Uram. És Te mondd el nekik, Uram, hogy mennyire szereted őket, Istenem. Te mondd el nekik, Istenem, hogy mennyire nagyra értékeled az ő életüket, az ő szívüket, Istenem. És én megdorgálom az ördögnek minden munkáját az ő életük felett is. Sátán, nem hazudhatsz ezeknek a gyermekeknek, nem hazudhatsz ezeknek a fiúknak, hogy Jézus Krisztus nevében a hazugságnak a szellemét megtöröm az ő életükön, és megkötözöm az ő életük fölött a megtévesztésnek a szellemét Jézus Krisztus nevében. És megparancsolom neked, Sátán, hogy engedd el ezeket a embereket, és hagyd el őket a Jézus Krisztus nevében, az egész családot. És drága Szent Szellem, kérlek Téged, hogy Te vedd őket körül, Uram. Hadd érezzék át, Uram, az atyai háznak, Uram, a csodálatos bensőséges légkörét, Uram. Hadd érezzék meg, Uram, hogy nincsenek kívül, Uram. Nem hagyták el, Uram, az atyai házat, Istenem. Kérlek Téged, Uram, Te vedd őket körül, Uram, és Te mutasd meg az ő saját értéküket, Uram. Hadd érezzék meg azt, hogy kicsodák ők Te benned. Hogy az ő értékük nem az, amit a környezetük próbál nekik elmondani, hanem az az ő értékük, amit Te kifizettél értük, Istenem. Amen. A Jézusnak a vérével. Ez az ő értékük, Istenem. Hogy hadd érezzék át ezek a fiúk, Istenem. Hogy semmi, de semmi nincs ezen a világon, ami felérne veled, Uram. De ez kell, hogy ők átérezzék, Uram. Istenem, Te vedd őket körül, Szent Szellem. Te vedd őket körül, Uram, amikor támadja őket az ördög, Uram. Jézus Krisztus nevében.
Mert Jézus, te legyőzted ezt a világot, Uram. Legyőzted az ördögöt minden hatalmával és munkájával együtt, Uram. És ezt hirdetem ki, ezt a győzelmet az ő életük fölött. Halleluja. Jézus nevében. Amen. A Jézus Krisztusnak a győzelmét. Halleluja. Hirdetem ki e fölött, a család fölött. Jézus Krisztus nevében. És vesztességet hirdetek ki az ördög minden munkája fölött. És ledöntök minden falat, amelyet az ördög megpróbált fölemelni ebben a családban. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. És az utolsó imádság pedig Gabriella kéri az imádságot. Azt írja, hogy én szeretnék kérni imát, nagyon szeretnék egy társat, férjet, mert nem jó egyedül. Olyat, aki lángol Jézusért, és természetesen jó apukája lenne a lányomnak, mert sokat csirdogál ő is egy szerető apukáért. Családot szeretnék alkotni. Köszönöm, Gabriella. Mennyi édesatya, nagyon köszönjük neked, hogy megnyitottad az egek csatornáit, és ránk árasztottad a te kegyelmedet, és hisszük, hogy Gabriellának is úgy meg lesz a társa, mint ahogy kértük tőled a többiekre, és tudjuk, hogy ennek a kicsin gyermeknek is egy szerető apukája lesz, hiszen nagyon fontos az, hogyha házasságra lépnek, és egy idegen férfi kerül a családba, nagyon fontos, hogy ne csak a feleségét tudja elfogadni, hanem a vele lévő gyermekét is, és ez harmonikus legyen, és erőteljes legyen ez a kapcsolat, és fel tudja vállalni ez a férfi az apa szerepét is, ne csak a férj szerepét, és én ezt kérem te tőled, hogy ne tévessz el, Gabriella, hanem megláthassa a te dicsőségedet, amikor oda fogod küldeni ezt az édesapát, ezt az apukát, ezt a szerető férjet, aki családként fog együtt lenni, és jó család fenntartó fog lenni, aki vigyázni fog erre a gyermekre, és szeretetben Jézus Krisztushoz méltóan fogja nevelni, és a legnagyobb tisztelettel, és megadod nekik mindazt, amire szükségük van. Tudjuk, hogy mindezeket kérhetjük tőled, mert te ezeket megadod. Áldunk téged ezért, Uram, az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Van valaki, aki imádkozzunk egy testvérért, akinek az oldalán van egy kisebb daganat, és nagyon meg van rémülve. Azt kérjük, hogy fájdalommal is ébredtél már reggel, és azt mutatja az Úr, hogy úgy keltél fel, hogy ez fájt neked. Imádkozzunk érte, hiszen műtét előtt állsz, és nagyon félsz a műtétől is. Köszönjük, mennyi édesapánk, hogy te minden kifelé ki tud nyújtani a kezeidet, és megdorgáljuk a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak nevében ezt a daganatot, és ellene megyünk, és eltűnik ez a fájdalom is most Jézus nevében. Szívódjon föl a Jézus Krisztus nevében. Eltűnik az Úr Jézus nevében, teljesen megsemmisül a Jézus nevében, és nem lesz szükség erre a műtétre, és eltávozik, és valakinek van a jobb oldalán a szeme sarkába valamilyen probléma, valami gond van a szeme sarkába, ez bármiből kifolyólag is lehet, egy nyomásérzékenység van rajta, és mi ezt most Jézus nevében megdorgáljuk, és elparancsoljuk ezt a szem problémát. Az Úr Jézus nevében. Valaki műtéten volt a szemével, most a napokban, nem olyan régen, talán még egy hetes sincs szemműtéten volt, és kicsit aggódik, hogy ez a műtét nem sikerült. Az Úr azt mondja, hogy ne aggódj, gyermekem, mert a műtéten az én kezeim voltak, a segítő kezek, és meggyógyult, és Jézus nevében megdorgáljuk ezt a szem problémát, és soha többé nem jöhet elő, soha Amen. Többé, és ez a műtét pedig sikeres, kijelentjük feletted a Jézus nevében. Amen. 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 Én is látok magam előtt egy hölgyet, aki tapogatta a mellét, és úgy gondolta, hogy daganatot talált benne, és nagyon aggódsz, hogy esetleg merrákod van, vagy valami hasonló történhetett. Most kihirdettem a Jézus Krisztus nevében, hogy minden daganat, minden olyan dolog, ami még csak hasonló is ehhez, eltűnik most onnan a Jézus Krisztus nevében, semmilyen görcs nem lehet ott, semmilyen daganat a Jézus
Jézus nevében megdorgáljuk ezt, és szívódjon fel most ebben a pillanatban a Jézus nevében. Látok magam előtt egy másik hölgyet ugyancsak, akinek a torkában kitapogattad, és olyan, mint a mumsz, olyan, mint hogyha ott is egy daganat, egy kis púpot érzel, de a Jézus Krisztus nevében most megdorgáljuk ezt is a te torkodban, a te nyakadon, a Jézus nevében, hogy ez tűnjön el, a Jézus nevében szívódjon föl teljesen és tűnjön el. Még látok magam előtt szintén egy hölgyet, akit az ördög folyamatosan bombázza az elmédet a depresszióval, depressziós gondolatok, és úgy érzem, hogy nem csak egy, hanem többen is vannak, akik ebben a problémában vannak, de az Úr bátorítani akar benneteket, hogy ahogy írja az igében a Filippi 4-ben, hogy csak amik jók, amik igazak, amik igazságosak, amik jóságosak, amik erényesek, ezekről gondolkodjatok. Halleluja. Csak Isten igéről gondolkodjatok, azt valljátok meg a ti szavaitokkal, és ne engedjetek be a ti elmétekbe semmilyen negatív gondolatot, mert bármi, ami negatív, bármi, amiben nincs szeretet, nincs békesség, nincs igazság, és öröm. Szent Szellem által való öröm, azt ne engedjétek be a gondolataitokba. És az Úr Jézus Krisztus nevében imádkozom most ezekért az emberekért, hogy ki jöjjenek a depresszióból, az elcsüggedésből, az elkeseredésből, a pánik rohamokból, az aggódásból, a félelemből, a Jézus Krisztus nevében. Kihirdetem a győzelmet ezekre az emberekre. Uram, te hozd a felfrissülést, Uram, a Jézus Krisztus nevében, az áttörést az ő elméjükbe, Istenem, az ő lelkükbe, a gondolataikba, az érzelmeikbe is, Istenem, a Jézus nevében, hogy az ő szellemükből éljenek, Istenem. És Isten szavára, Isten beszédére hallgassanak sokkal jobban, mint a saját gondolataikra, vagy az ellenség gondolataira a Jézus nevében. Amen. 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 Halleluja. Köszönjük, mennyi édesatyánk, ezt a mai együttlétet. Nagyon hálásak vagyunk az imákért. Nagyon köszönjük, hogy te már el is végezted, és be is végezted a te dicsőségedet, és mi csak hálaadással jövünk te eléd, és köszönjük neked a jelenlétedet, az erődet, amelyet kiárasztasz mindannyiunkra, és köszönjük, hogy te megnyitottad ránk a kegyelmedet mindannyiunkra. Az Úr Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Amen. Hogy együtt voltunk veletek. Szervusztok! Isten veletek van! Sziasztok, Istenem! Köszönjük, szervusztok! Imaóra csütörtökönként 18 órai kezdettel Bata Mária vezetésével. A kegyelem friss gyümölcseivel megérkezett a nyár. Rádió 777.